Virágvölgyi Márta, Széki Népzene, Dobos Károly Dallamai című frissen megjelent könyvének bemutatója és koncertje következik. Vizeli Balázs az előszóban az alábbi szavakkal méltatta a szakmai kiadványt. A kétkötetes népzenei monográfia kiváló összegzése annak a gazdag zenei anyagnak, amelyet egy erdélyi, mezőségi magyar falu szék képvisel a néphagyományban. Virágvölgyi Márta könyve messze túlmutat egy széki prímás, Dobos Károly egyszerű bemutatásán. Tekinthetjük a széki hangszeres zene egyik nagy összegző munkájának, hiszen az eddig megjelent székkel foglalkozó tanulmányok és kották felhasználásával készült, és a hatalmas zenei repertoárt nagy részletességgel mutatja be. Ugyanakkor hiánypótló is, mert Dobos Károly dallamai ritkán bukkannak fel a táncházi és koncertgyakorlatban. Hát önök most az elkövetkezendő egy órában ebből a zenei világból kapnak ízelítőt, és akik a koncerten közreműködnek, természetesen a szerző Virágvölgyi Márta. Fekete Antal. Szabó Csobán Gergő. Tintér Gabriella. És a csoportot, akiket csak így hívhatok, hogy Virágvölgyi Márta tanítványai. Fogadják őket szeretettel! Mielőtt még muzsikálnánk, pár szót szeretnék mondani. Vizeli Balázst vártuk, de még a küzdőtéren van itt, hogy helyette én szólnék pár szót. Olyan koncert lesz, hogy két hosszú folyamatot játszanánk. Én nem vagyok színpadi zenész, hanem táncszerzenész vagyok. Azért szépen beültünk a színpadra. Két hosszú folyamatot fogunk muzsikálni, egy magyar folyamatot, kicsi zsíri tempó és ritka tempó, utána pedig egy hosszú, lassú folyamatot, és a végén egy kis csárgás. Fogadják szépen!
Thank you.
Amen.